A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési karán az intézmény korábbi névadójáról, Illyés Gyuláról megemlékezve Illyés napot rendeztek. A rendezvény arra volt hivatott rávilágítani, hogy az egykori költő, író életműve ma is tovább él a térségben. Szerettük volna azt megmutatni, hogy Illyés Gyula nem csak a múltban vagy az elmúlt évtizedekben jelentett sokat, hanem a mai napig nagyon sokat jelent a mai nagy közönség számára is, és ez különösen fontos itt Szekszárdon, Tolna megyében. Hogy miként lehet hozzányúlni az elmúlt század számunkra egyik legkiemelkedőbb alakjának hagyatékához, azt egy rendhagyó irodalomóra, egy versfilmpályázat és egy interaktív kiállítás formájában mutatták meg a résztvevőknek. A rendhagyó irodalomóra egyrészt az egymondatos arnokságról című Illyés Gyula versről szólt, másrészt ennek a versnek a későbbi és főleg ilyen rendszerváltás utáni átiratairól. Nagyjából az lett volna a cél, hogy bemutassam, hogy hogyan lehet ma értelmezni az egymondatos arnokságról, illetve hogy ami ennek a versnek kapcsán Illyés Gyulából fennmaradt és érvényes, azt valamilyen szinten fel tudjam mutatni. A sokat emlegetett verset például a Koszorú című kiállítást életre hívó környezetkultúra szakos hallgatók és oktatóik is felhasználták. A nem rövid költeményt ezúttal azonban csak körbe-körbe sétálás közben lehetett végigolvasni. De a tárlat attól is interaktív volt, hogy a közösségi oldal bejegyzésekként kiállított művekhez akár hozzászólásokat is lehetett írni. A nap során a hagyományokhoz híven megyei és városi intézmények képviselői megkoszorúzták az épület előtt álló Illyés szobrot is.